Ali papi, mami, miért van igény a szarra? Ez a nagy kérdés, és ugye itt rögtön fölvet egy másik kérdést is, hogy egyetem mi az, hogy szar valami. Bár ugye ez mindenkinek más jelent. Mindenkinek más a szar, meg mindenkinek más az igénytelenség, meg ez tök szubjektív, tehát olyan, mint például a laptop szépség, vagy csomó ilyen dolog van, mondják, hogy fú de csúnya, vagy fú de szép, és ugye valakinek meg az a szép, valakinek meg nem az, ugye az igénytelenség, a szar is mindenkinek mást jelent. De azt hiszem, hogy így vissza kell nyúlni oda, hogy így a trendek, meg a divat, szerintem innen fakad az egész. Mindig voltak ilyen divatirányzatok, meg hát ugye mindig is lesznek, és igazából ezt a divatot mindig a rohadt nagy cégek kezdik el, illetve ők irányítják, ugye a divattervezők, a híresek, a híres divatmárkák, mindig ők diktálják az aktuális divatot, tehát ők azt mondják, hogy holnaptól csíkos zokni a divat, akkor a csíkos zokni a divat. És akkor onnantól mindenki veszi, mert mindenhol azt árulják, és a kisebb cégek meg ugye elkezdik másolni a kevésbé ismert, vagy kevésbé híres cégeket, mert ugye ők meg állandóan azt csinálják, mert saját termékkel ők nem tudnak úgymond megélni, és akkor ezáltal kialakul ugye egy ilyen trend. És a YouTube-on is ezt látom egyébként, hogy egyszerűen kialakul egy trend. Megpróbáljuk követni ugye Magyarországon a külföldi videósokat, és azért van ennyire sok szar, és hogy ugye miért ezt nézik csak. Először is ugye a fiatalság az uralja a YouTube-ot jelenleg. Nem tudom, hol a faszban van az korosztályom, meg miért nincs jelen, tehát egyszerűen nem is értem. Vagy legalább így nem tudom, a 25-6 felettiek, hogy egyszerűen nem értem, hogy annyira uralja ezt a platformot a fiatalság, hogy esélye sincs senkinek, hogy... Ugye, és hát a fiataloknál meg ugye az a helyzet, hogy ők meg nagyon egyszerűen csak belesodródnak egy trendbe. Most ők szerintem egyszerűen ezt a... Bocsánat, csak fordítva gyújtottam meg a szivart, mert eltört, és az a része meg használhatatlan, aztán kicsit így furcsa. És... Mert ugye ezt meg lehet gyújtani, fordít, ez nem szűrős, meg ilyenek, nem mint a cigi. És... Mit akartam? Ja igen, hogy a fiatalok azt szerintem ezt egész egyszerűen egy ilyen eszközként használják. Tehát nem úgy, hogy átadjanak valamit, vagy legyen mondani valójuk, vagy bármire olyan dologra használják, amire lehet, hogy kéne, vagy mondjuk ez is érdekes, hogy nem én mondom meg, hogy mire kéne. Tehát igazából ez csak egy vélemény, amit most mondok. Semmi más. Megint csak. És hát szerintem ezt egyszerűen úgy használják, hogy mint egy eszközt, és ez az eszköz ez az, hogy bemutassák ezeket a különböző csacsi challenge-eket, meg a többi szart. Ugye itt megint nagy kérdés, hogy mi az, hogy szar. Hát ezért mondom, hogy az én véleményemet. És ugye tele van szórva az internet ezekkel a videókkal, és tényleg az értelmes, normális videósokat, és itt nem magamra gondolok még egyszer, tehát nehogy valaki azt gondolja, pont azokat sajnálom, akiket én mondjuk nézek, akarok is csinálni majd egy ilyen kis ajánlót, mert nekem roppant módon idegesít ez a dolog. Azokat meg ugye nem nézik az emberek, nem találják meg, nem kapnak ugye lehetőséget. Ugye most a Piszkatál föltett egy videót egyébként, pont egy ilyen YouTube összefogás közösségről, egy ilyen az underground videósoknak, hogy alapítsunk ilyen szakszervezetet egyébként, meg lehet, hogy valakinek viccesnek tűnik, vagy nem tudom, én egyébként támogatom ezt abszolút, ezt az ötletet, tehát így videón keresztül üzennék, hogy én egyébként támogatom ezt a dolgot, én mindig is így híve voltam, meg segítettem ebbe, amit tudtam, én abszolút támogatom ezt a fajta dolgot is. Ha és én visszatérve, ugye ebből kifolyólag, hogy egyszerűen a fiatalok szerintem egy eszköznek használják csak, ahol bizonyos dolgokat lehet. És itt ezeket lehet. Tehát nem is gondolkodnak másképp, mert ugye ezt adja a trend, ezt hoz a divat, ezt látják. Tehát ők
ők teljesen olyanok a fiatalok, ugye nagyon megvezethetőek, tisztelet a kivételnek persze, mert rengeteg van, egyébként nagyon értelmes, nagyon, nagyon ügyes és okos fiatalok is vannak, én nem szeretem, mikor így nagyon lehordják, meg mindenkit lenokedliznek, aki fiatal, mert egyébként ez abszolút nem így van. Találkoztam ugyanúgy elmeháborodott 30 évessel, meg ugyanúgy nagyon értelmes 15-16 éves sráccal, aki a korát már bőven meghaladta értelmi szinten. És ők ezt látják, ugye, hogy semmi más nem is lehet, mert olyan, mint a nagy átlag ember, akinek ami jön szembe, azt kapom, én nem akarok gondolkodni, nekem így a jó, nyomják a termékeket ugye az arcodba, hát akkor azok közül választok, ez van, ezt kaptam bele az arcomba, nézem a különböző ilyen kereskedelmi csatornákat, mert ugye ez van, hogy nem is nézek körbe, hogy milyen más lehetőség van, vagy esetleg interneten nézhetném azt a műsort, amit tényleg szeretnék, meg sorolhatnám még. Ők csak annyit csinálnak, ugye, hogy amit te kézhez kapsz, én nem akarok már gondolkodni a munka után, én haza akarok menni, én meg akarom kapni a jó kis üdítőimet, a chipsemet, meg az RTL klubot, ugye, ami tele van mindenféle szarral, ugye ott már komolyan már az se igaz, hogy az időjárás se, szóval egyszerűen az olyan manipulatív csatorna, amit elképesztő, hogy azon milyen híreket hogy forgatnak ki, szóval aki RTL klubból, tehát már valaki mondja, hogy én láttam az RTL klubon, hogy már eleve ugye az elvonásva kb. És szerintem ugyanez van itt is, hogy egyszerűen hát azt kapom, ami van, tehát vannak ezeket lehet itt a YouTube-on, tehát nem is gondolkodnak másképp, hogy itt lehetne kreatív dolgokat csinálni. Ez a YouTube egyszerűen erre való valószínűleg, hogy vannak ezek a divatok vagy trendek, és akkor azokat lehet csinálni. Ez olyan, mint egy eszköz, hogy krumpli hámozó, azt a krumpli hámozására lehet használni. Hát itt még van 3-4 dolog, amit fel lehet venni videóra, és azokat kell feltölteni, azokat nézik az emberek, erre kíváncsiak, és ugye külföldről jön mindig a trend, mindig jönnek a folyamatos szarok, és akkor itt is egyre több szar lesz így ezzel kapcsolatosan is. És ez úgy megfigyelhető mindenben, megfigyelhető ugye a zenébe, megfigyelhető a filmek ízlésébe, ugye mindenben, hogy az emberek nem akarnak gondolkodni, az emberek csak szórakozni akarnak, de ők sem értik már lassan, hogy mi az, hogy szórakozni. Nem tudják saját magukról, mert csak ő lazítani akar, meg butulni, meg nézni egy pontot, és neki ez a kikapcsolódás. Elfelejtettünk gondolkodni, elfelejtettünk ízléses, igényes zenéket hallgatni, de igazából mindent elfelejtettünk. Hát most jó, ez is kérdés, hogy mi az ízléses, igényes zene, ugye mindenkinek más, de könyörgöm, azért mennyi szar van már, amit összecsapnak. Van egy ilyen, tényleg van egy ilyen séma, hogy mi hangzik ma jól, és simán összeraksz egy zenét, vannak ilyen standerek, hogy mi hangzik jól, mi a trendi, milyen hangszerelés kell bele, és már megy ki, és semmi is imádni fogják, mert annyira olyan csengése van, írnak egy ilyen nagyon fülbemászó, nagyon ilyen dallamot, valami tinglitangli, és így benne marad a fejedbe rögtön, mert annyira idegesítő, és ennyi, már megy is ki. És ott is ugyanez van a zenénél is, hogy azt hallgatjuk, ami megy a rádióba. Tehát ennyire pedig azért most már elég sok helyről beszerezhető úgymond zene, vagy tudsz hallgatni zenét, tehát hogy az internet korában, hát azért könyörgöm. És nem, az emberek így nem is néznek utána, meg nem is kíváncsiak rá, hogy hát abból válogatok, ami van, ami szól a rádióban, amit elém tesznek, azt teszem meg. És én nem mondom azt, hogy a három közül így fölnézek, és akkor elém raknak háromféle szar kaját, és azt fölnézek, és figyelj, nincs egy negyedik, valami tök egyszerű, tök finom, tök jó dolog, amit én megkóstolok, és nekem ízlik, hanem belekóstolok mind a háromba, és a kevésbé szart választom. És azt mondom, hogy hát ezt még meg tudom enni. És akkor eszed, és miután már olyan negyedik, ötödik nap azt eszed, vagy a héten már háromszor ettél olyat, akkor azt mondod egy idő után, hát végül is nem olyan rossz, ehető.
És a végén meg már elkezded szeretni. Akkor azt is megkóstolod, a még szarabbat. És a végén már így ezt a szart szereted, és így nem is gondolkozol másba, hogy hát zabálhatnék azért ilyen normális kaját is. De szó szerint a kajákkal is így van amúgy. Ha belegondoltak ott is, hiába van 1.200.000 termék, egyszerűen eleve olyan káosz van a boltokban, te elmész akárhova külföldre, ott nincsen összekeverve a izék, hát már Szlovákiában már olyan rend van a boltokban, hogy konzerveknél konzervek vannak, a tejtermékeknél tejtermékek, az izénél ez, hát nálunk meg mi össze-vissza van még minden a faszomba keverve, így bemész valahova, és egy direkt, ugye ez marketing, semmi más, mert arról szól, hogy ha te bemész és keresel valamit, állandóan legyen átrendezve, mert ha nem találod ugyanott, ahol volt, akkor körbemész megkeresni, és közbe eszedbe jut más is, és azt is megveszed. Ezért össze-vissza van keverve nálunk minden szar, nem találsz soha ilyen tök alap dolgokat, ki vannak téve, keresem mondjuk elemet, és akkor ki van téve az óvszerek közé, mit tudom én, a kasszánál, akkor keresel, mit tudom én, ilyen alapdolgokat, keresel mondjuk fogpiszkálót, vagy fogvályót, és akkor be van téve teljesen máshova. Ilyen dolgok, amiket az ember néha így vesz, most jó, megvan, hogy néha tényleg mondjuk a tejtermékek ott vannak, de abból is a akciósok ugye bejössz, akkor nem ott a helyén vannak, hanem kirakják előre az akciós termékeket, ott bemész, és akkor mi van, megnézed végig az akciót, és már az egész sor egy nagy átbaszás, mert elmész oda, ahol mondjuk akciós mondjuk egy sör, ki van rakva, és elmész, és sokkal olcsóbban találsz minőségebbi sört is esetleg, de most csak mondtam, nem sört, tök mindegy, egy kávét mondjuk, azok elég sűrűn vannak itt kirakva. Tehát az egész egy átbaszás melleve, és az embereket meg nem érdekli, mert jöttem, láttam, levettem, betolták az arcomba, nincs kedvem gondolkodni, nincs kedvem körbenézni, nem érdekli őket. Ugyanígy a YouTube-bal, ugyanígy a zenével, ő nem, legtöbben így, tehát megkérdeznek így embereket, 2017 van bassza meg, és nem értem, hogy megkérdeznek egy ilyen 30 éves ilyen srácot, és így ilyeneket mondanak, hogy hát nem tudom, a Dancsóról hallottam már, hogy nem tudom, hát basszus, pedig egy milyen durva, nem hiszem el, hogy házi bulikban nem kerül elő a YouTube, hogy benyomatják a zenéket, már mindenki onnan nyomja, vagy nem a YouTube-ra mész fel, hogyha vissza akarsz nézni, nem ott keresel rá rögtön, hogy valami hírről lemaradtál már. Tehát a rendőrségnek van mi ez csatornája a YouTube-on, hogy ezt keressük meg azt, és ki vannak téve a videók, a mindenféle önkormányzatnak. Hát mindenki fönt van a YouTube-on, és sokkal többet mondó egy beszéd, mint egy írás ma már. Nem kell elolvasnod, csak benyomod, hallgatod. Kényelmi szempontból is kapsz hozzá vizuálisan valamit, tehát nem csak képeket, hanem mozgó anyagot, ugye videóanyagot kapsz hozzá. Az emberek mindig így, hát nem tudom, egyszer hallottam a Hollywood hírügynökséget szokták mondani, hogy ezt a kettőt ő így hallgatja, meg valaki mondja, hogy nézett egy ilyen beauty-s csajt, hogy azt ismerte, vagy látta, hogy van, és akkor így kifújt, így nem tudnak senkiről, nem tudják, hogy vannak ilyen üzenetek itt a YouTube-on, hogy vannak nagyon értelmes emberek, akiknek így kurva jó véleménye van, és hogy azt kéne inkább hallgatni, nem ezt a szart. És hogy én is így hallgatok néha egy-két YouTubert, vagy videóst, vagy tök mindegy, már hogy hívjuk, már így sem, meg úgy sem szabad hívni senkit. Nekem teljesen mindegy, hogy videós, vagy YouTuber, vagy kicsoda, nekem a maga az ember a lényeg, meg a témája, és igazából a többi nem is nagyon érdekel. És néha hallgatok, és azt mondom, hogy úristen, hogy miért nem ezt hallgatják, baszki, hogy ez nem létezik, hogy ezeknek az embernek nem jut el a gondolata sehova, meg nem hallgatják meg, hanem mindig a szarra van igény. És ez elég elkeserítő. Na jól van. Mindig hiszem, na jól van. Hát nincs jól. Na, halipapi mondom.